Szevasztok srácok, én Szilárd vagyok, és beszélgessünk egy kicsit a végigjátszásaimról. Annyi a lényeg srácok, hogy igen, látom, hogy szépen növekszik a csatorna, és látom ezek a bulis live-ok igen-igen bejövősek, ha lehet így mondani. És azt mondom erre srácok, hogy az ilyen játékoknál, amik inkább, tehát érdekesebb, hogy valaki vissza is nézhetné kategória, nem lesz bulis live. Tehát ezt úgy értsétek, hogy leszaladt a zene, csak teljesen másmilyen. Tehát maradok ennél a no copyrightos dolgoknál, mert sajnos abba a hibába estem bele, hogy az elmúlt hát két-három, inkább öt live-omat teljes mértékben széttiltotta a YouTube. Tehát annyira letiltotta a YouTube, hogy még én se, tehát aki feltöltötte, az se tudja kinyerni belőle az eredeti fájlt, ugye a feltöltött streamelt dolgot, mivel teljes mértékben nincs hangja a videónak. Tehát ez egy pocsékba ment dolog, oké, hogy itt a live itt jól ment, meg minden, de aki esetleg vissza szeretné nézni, és nagyon sokan vannak, akik vissza akarják nézni, mert lemaradnak esetleg, vagy esetleg nem érnek rá. És igen, ezt meg szeretném azzal oldani, hogy nem lesznek copyrightos zenék, lesznek külön olyan napok, most már bejelentés alapján mennek majd a live-ok, tehát rendes esemény szintű live-ozások lesznek. Igen, igaza volt a srácnak, a Bálintnak, hogy eseményen streamelni, tehát ugye ütemezetként sokkal jobban lehet, az emberek fel tudnak rá készülni, te is jobban tudod látni a visszajelzéseket, az egész jobban van berendezve, és igazából én nem is nagyon néztem még ezt a részt. Igen, pittyegi bele. Most kezdett kicsit ez a live-olások miatt így utólag nézni a csatornát kicsit ilyen kagyvasz lett, és ezt nem akarom, hogy a későbbiekben, amikor már lesz 100 videó fenn, meg ilyenek, meg 200, hogy egyszerűen nem lehet visszanézni azokat a videókat, amiket én feltöltök, ugye, mert beklémeli állandóan a YouTube-ba a zenék miatt. Lesznek külön bulis live-ok, de azok olyan játékokkal, amiket nem sajnálok. Tehát például, amiket terveztem most, ugye, ami olyan egyáltalán úgy nem nézni valaki még egyszer végig, vagy ha megnézi, akkor se úgy az a lényege, az például ilyen FPS játékok, tehát például COD végigjátszások, a Battlefield storyline-okat lehet megpróbálni, de ezekben nem ígérek semmit srácok. Ez a videó azért megy föl mind a két csatornára, mert szeretném mind a kettő tábort, ha lehet így fogalmazni, tájékoztatni arról, hogy nekem ezek a terveim, hogy a végigjátszások, például egy Prince of Persia, amit most tegnap indult el, meg egy Assassin's Creed végigjátszás visszanézhető legyen, mert itt azért az emberek lehet ezt jobban vissza szeretnék nézni. Végül is például egy Call of Duty Black Ops végigjátszás már annyira nem, de azt meg lehet úgy megnézni, ugye, amiből én nem kapok semmi részesedést, mert még lehet le is tiltja országokban a YouTube, mert ez mindig, értitek, ez tök random amúgy, hogy melyik zene tulajdonos, ugye minden jogtulaj megvan, ki hogy állítja be. Nagy részt normálisak, és igazából csak a bevételt veszik el, de vannak olyan szemétládák, és ezt nem tudom máshogy mondani, akik konkrétan letiltatják az egész világon a videódat, mert az ő számuk, a 100 éves Numán Numán Jej, vagy a Coolio Gangsters benne van a videódban, és akkor ezért tőle ki az egész világon le kell tiltatni. Ugyanilyen volt ez a Journey Don't Stop Believing, a Harry Potter live-omnak baszki az egész hangsávját tiltotta, kukán beszélek, nem is tudom, hogy tartsam-e fönn ezt a videót, mert egyszerűen és tök fölösleges fönntartani, ha nem is nincs hangja egyszerűen a videónak. Maximum nézed, hogy némán, hogy vagyok, és akkor nem is tudom, miről volt szó, mert igazából én sem tudom, mert közel 3 órás streamről van szó, és egyetlen egy zene miatt beklémelte az egész hangsávot. Pedig az még olyan is volt, hogy még ki is szedte belőle, tehát első körben olyan volt, tudod, ilyen szakadozva volt a zene benne, ez a Journey Don't Stop Believing, és utána pedig lenémította teljesen a sávot, és kísérje a YouTube, hogy ennek a videónak nincs hangja. Szerintem ez kurva gáz, és azért is mondom, hogy gáz, mert mások mégis meg tudják oldani, hogy oké, és nem szerez az ember belőle bevételt, de semmi klémelés nélkül nyugodtan lehet nézni a videót akárhányszor. Szerintem ez normálisabb, ez a régi módi hozzáállás szerintem meg gáz.
És igen, szóval menni fognak, mint említettem, no copyright-os zenék a videók alatt, mivel igaza volt az egyik srácnak, úgy csöndbe ülök ott, úgy annyira nem az igazi, és ezért ilyen mixek, vagy összemixelések lesznek ilyen no copyright-os zenékből, hogy mégis hangulata legyen a videónak, tudod, azért ne a csöndbe üljön az ember, de ezek ugye szerencsére azért no copyright-osak, mert én is nyugodtan felhasználtam a videóimban, sőt még be is lehet a bevételszerzést pipálni, úgyhogy így fognak folytatódni a live-ok. Aki a Döber csatornán nézi, tehát a piros csatornán, máshogy nem tudom, aki a piros csatornán nézi, az iratkozzon fel a Grizzly Gaming csatornámra, mivel ott fognak ezek a live-ok menni, aki pedig a Grizzly Gaming csatornán nézi, azok pedig iratkozzanak fel a Döber csatornámra, úgyhogy jó kétszer ugyanazt a videót feltölteni, de sajnos máshogy nem tudom elérni minden embert, mert Facebookon még kevesen vagytok, Instagramon is kevesen vagytok, Twitteren null ember van konkrétan, úgyhogy ezeket ahogy minden csatornámat a leírásban meg fogjátok találni mostantól, és plusz a homepage, tehát a Döber, meg a Grizzly Gamingnek a csatorna homepage-én, ugye amikor ott van a borítókép, meg minden, ott a kis szélén, az ikonoknál, ugye egy Facebook, másik csatorna ilyenek, ott mindent meg fogtok találni, plusz a csatorna ajánlóba is ott lesznek. Úgyhogy megpróbálom minden információt minden videóval eljuttatni hozzátok, de hogyha nagyon nem lenne, akkor Facebookon is ugyanúgy fenn vannak ezek az oldalak. Ha belájkoljátok a Facebook oldalamat, ott szinte napi többszöri jelentkezéssel, mint ilyen kis szösszenetek, ilyen képekkel, meg egy-két dologról jelentkezek, úgyhogy aki még nem tette meg, az lájkolja a Facebook oldalamat. Ezt mindig elfelejtem mondani, mert ott is kezdünk már szépen gyarapodni, egy-kettő srác mindig szállimózik, és ott végül is mindig kaptok információt a videókról, megosztom az összes videómat, tehát végül is próbálom rendesen vezetni ezt a Facebook oldalt is, Instagramba is lehet lájkolni, és akkor ott is kaptok ilyen kis képeket, videókat. Most kezdtem még el ezt az Instagramos dolgot, mert nem akartam belemászni, de sajnos kép megosztás szempontjából Instagram, már most látom sokkal nagyobb piac, ha lehet így fogalmazni, mint a Facebook, mert Instagram ugye csak képeket nézel, de ugye meg lehet oldani azt, hogy egyszerre két helyen osztod meg, és akkor ide-oda, tehát kapcsolod egymást a Facebookot, a Instagramhoz, és akkor egyszerre két helyen tudod megosztani, és így egyszerűbb lesz nekem ugye, hogy nem kell állandóan össze-vissza, hogy itt fenn van, ott nincsen fent, ott nincs megosztva, ott meg van osztva, és megpróbálom úgy megoldani ezeket a dolgokat, hogy nektek átlátható legyen. Még én is most kezdem így kialakítani, hogy hogyan is lehetne ezt megoldani, tehát még úgymond kezdő vagyok ebbe, úgyhogy azt a kis időt, amíg én ebbe belejövök, azt légy szíves, ha szeretnétek, akkor várjatok meg, és igazából ennyit szerettem volna mondani, úgyhogy aki még nem tette meg, és tetszik ez a live téma, meg én, vagyis az egész csatorna, igazából nyugodtan nézzétek a csatornáimat, az nyugodtan iratkozzon fel, dobjon egy lájkot, én töretlenül csinálom előre, sok videóötletem van még, ugye, amit meg szeretnék valósítani, ez a későbbiekben mind jönni fognak, van sok ilyen-olyan terv, és ezt veletek együtt szeretném megvalósítani, mert ti is kellettek ugye hozzá, hogy nézzétek. Úgyhogy mondom még egyszer, aki nem tette meg, az iratkozzon fel ide-oda-amoda, Facebookon, Instagramon, Twitteren, mint ugyanez a néven, hogy Szilárd Döber megtaláltok, és én Szilárd voltam, és találkozunk a következő videókban, mind a két csatornán, akárhogy is nézted. Jó? Szevasztok!